Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni Németh Zsolt bizottság elnök úrnak, Magyar Levente állapotvárónak azt a lehetőséget, hogy ma itt lehettem a meghívásukra a Magyarországgyűlésben, és első kézben után tájékozottatni őket a ukrajnai oktatási törvény körül kialakult helyzetről, és annak is őszintén örülök, hogy végül is magyar, valamennyi magyar párt, országgyűlési párt egyetértett abban, hogy ez az oktatási törvény elfogadhatatlan, nem felel meg a Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásának, az európai értékrendszernek, és ellentétes azokkal a szerződésekkel, amelyek Magyarország és Ukrajna között fennállnak. Ennek a törvénynek az életbelépése esetén felszámolnák a magyar oktatási rendszert, a magyar nyelven történő oktatást Kárpátalján, ezáltal tulajdonképpen 150 ezer embernek a jelene és jövője válna kétségessé, és ezt azt hiszem, hogy nem engedhetjük meg. Ebből a pozícióban nincs hová hátrálni. Természetes az, hogy a kárpátai magyarság az Ukrajna és Magyarország közötti jó kapcsolatban érdekelt, és ebben lesz érdekelt a jövőben is. Azonban a kárpátai magyarság nem akar maradni szülőföldjén, meg akarja tartani oktatási rendszerét, kultúráját, nyelvét és örökségét. Ezt mutatja az a 65 ezer aláírás, amit néhány hónappal ezelőtt összegyűjtöttünk ezekben a kérdésekben. Meggyőződésem az, hogy ezek az intézkedések, amelyeket Ukrajna életbe kíván léptetni az országban élő nemzeti kisebbségek iránt, vagy egyáltalán nem felelnek meg Ukrajna jó felfogott érdekének, hiszen szomszédos ország, meg fontos a szomszédok, különösen a nyugati szomszédoknak a támogatása annak érdekében, hogy megvalósulhasson az a nagy cél, ami az európai integrációt jelenteni. Ezek a lépések sem a stabilitás, sem pedig az európai integráció irányába nem hatnak. Emet én is arra kérdelem, hogy Poroshenko elnök urat is kértük, és képviselőtársaimmal, illetve kárpátai magyar szervezetek és egyházak, hogy fontolja meg, és ezt a törvényt, mint ahogy a korábban meghozott regionális nyelvekről szóló törvény visszavonásáról szóló törvényt sem írta alá, ezt se írja alá, és küldje vissza a ukrán parlamentnek, ahol valódi szakértők bevonásával kerüljön kidolgozás és elfogadásra egy olyan törvény, amely megfelel Ukrajna, de megfelel ugyanakkor az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségek elképzelésének is.